akinek van mondani valója. Komoly mondani valója. Ellenben nem lenne teljes a mondandóm, ha nem emlékeznék meg valamiről. Van egy emlékmű, ami soha nem fog már ide kerülni ezek közé. Pedrazini fényképezte le a Köztársaság téren. Ahogy a Fehérház, illetve a Pártházból lelőttek egy felkelőt, és sorozatba fölvette, hogy fölcsapódik, leér a földre, összeesik. Ez az emlékmű hamisan állt a Köztársaság téren. Ez egy felkelő volt, akit ők lőttek le. És maguknak csináltak egy dicső emlékművet belőle, mintha a felkelők lőtték volna le az ő emberüket. Ő most ott van, kint a szoborparkban. Nagyon sokat mondanak, különösen azok számára, ezek az emlékművek, akik át is élték az elmúlt évek rémuralmát. És azt hiszem, hogy úgy kellene tekintenünk ezekre az emlékművekre, de ne feledkezzünk el arról sem, amit kivittek a szoborparkba, mert az is egy felkelő volt, és az is a hazáért adta az életét, mint ahogy mindannyian a többiek, akik elmentek, akár golyó által, akár kötél által, hősök vagy mártírok, de itt élnek. Itt élnek velünk, a szobrainkban, az emlékműveinkben és a lelkünkben. Lényegében 1989-ben születtek az első emlékművek. Ezek nagyon spontán megfogalmazások voltak, és hát leginkább azzal a klasszikus szimbólummal éltek, ami az 56-os forradalomnak egyik legfontosabb eleme, tehát a lyukaszászló. Ezt láthatjuk, ebből néhány képet itt is megmutatunk. 2006 körül vált igazán nagyon sokszínű és gazdaggá ez a formavilág, és ekkortól kezdve mondhatjuk azt, hogy itt már valóban a szobrászok merészebben, bátrabban, önállóan gondolkodva, és nem félve a művészettörténeti előzményektől használták fel a régi koroknak a művészeti formáit és tanúságait. Bízunk benne, hogy a következő évtizedekben is számos, nem csak Budapesten, hanem természetesen Magyarország területén, és nem csak Magyarország területén, hanem a Kárpát-medence területén is, kitűnő szobrászi munkák fognak születni, amelyek emléket állítanak a 1956-os magyar szabadságharc, forradalmi szabadságharcnak az emlékére.